Szerbusztok gyerekek! Új része jelentkezik a Green Cucconia videósorozat. Mai adásunkban egy érdekes és számomra nagyon kedves témáról lesz szó, a természetvédelemről, az állatok és növények védelméről, és arról, hogy az emberi pusztítás és környezetszennyezés milyen hatással van rájuk. Úgyhogy tulajdonképpen az emberi pusztítás néma szemtanúiról és néma elszenvedőiről lesz szó, a különböző kipusztult állat és növényfajokról, és arról, hogy ezt hogy kerülhetjük el, hogy ezek az állatok eltűnjenek. Teljesen jogosan merül fel bennetek a kérdés, hogy miért számít egyáltalán, ha egy állatfaj, egy növényfaj vagy bármi hasonló kipusztul. Van körülbelül ma a bolygónkon 9 millió faj, ezekből nagyjából 1 milliót már le is írtak, meg is figyeltek a természetvédők, biológusok, miért számít, ha egy eltűnik? Ez egy abszolút jogos kérdés, de meg is vannak rá a válaszok, hogy miért számít. Ez számos szempontból rossz dolog, az, egy állatfaj vagy egy növényfaj kipusztul. Először is eltűnik valami, ami soha nem tér már vissza, ami több millió éven keresztül fejlődött azzal, ami most, és akkor az emberi pusztítás vagy bármi egyéb hatására egyszer csak eltűnik, azt már nem fogja visszaszerezni a természet. Minden élőlény, ezt nehéz felfogni, meg nehéz elsőre megérteni, hogy a mesztelen csiga, meg a kiskutya is ugyanolyan ebből a szempontból, de azt hiszem kijelenthető, hogy minden élőlény egyformán értékes. Nyilván vannak olyan élőlények, amik az emberiség számára hasznosak, ezek mondhatnánk, hogy értékesebbek, persze bizonyos szempontból igen. Vannak olyanok, amelyek betegségeket terjesztenek, vagy éppen veszélyesek az emberre, nyilván ezek bizonyos más szempontokból értéktelenebbek. De magának az életnek a szempontjából kijelenthető, hogy minden élőlény egyformán értékes, ezért egyformán baj, sőt az egyik nagyobb, mint a másik, sokszor nagyobb baj, hogyha eltűnik. A sokféleség, az állatok és növények sokféleség, ott sok-sokféle több millió, ahogy említettem, faj él a bolygónkon, az értékes. És ez az érték, ez nem csak ilyen filozófiai érték itt, amiről az előbb beszéltem, hanem ennek kemény pénzre váltható gazdasági vonatkozásai is vannak. Néhány példa csak arra, hogy hogyan lehetne hétköznapi dolgokra pénzre váltani az állatok értékét tulajdonképpen. Gondoljatok arra, hogy a rovarok, a méhecskék beporzása nélkül nem lenne mezőgazdaságunk, nem lennének gyümölcsfáink, nem lenne növénytermesztésünk gyakorlatilag. Nagyon fontos például a biológiai védekezés, ami különböző állatfajok segítségével, növényfajok segítségével tudunk védekezni olyan kártevők ellen, amik ellen egyébként nagyon nehezen vagy nem tudnánk, vagy például csak olyan vegyszer felhasználással, amiről már az előző adásokból megtanultátok, hogy nagyon szennyezi a környezetet. Ott vannak az élelmiszerek, hát csak gondoljatok bele, a tej, a hús, mindenféle zöldségek, mind-mind gyakorlatilag, amit megeszünk, azt az állatoktól, a növényektől kapjuk. Akkor van egy egészségügyi vonatkozása is. Szokták mondani, hogy minden élőlénynek van egy potenciális, egy ilyen önmagában hordozott értéke. Tehát nem tudhatjuk, hogy melyik élőlényből sikerül, most ez nagyon leegyszerűsítő, de azért, hogy értsétek, melyik élőlényből sikerül megtalálnunk a rák gyógyszerét. Lehet, hogy van egy virág a dzsungel mélyén, ami gyógyítaná a világ összes betegségét, de mi ezt sose fedezzük fel, mert mire odaérne az első biológus, aki leszedje azt a virágot, addigra megy a traktor, megy a markoló, megy a favágó, és elpusztítja az erdőt, a virág meg úgy eltűnik, hogy soha nem is hallottunk róla. Persze ez egy kicsit ilyen mese, meg filozófia, de lehet, hogy ez már meg is történt. És még van egy dolog, amiről szintén azért érdemes szót ejtenünk, a szabadidő. Az, hogy kimegyünk a természetbe, vagy akár csak az, hogy állatkertbe elmegyünk, akár a turisták, a hegyvidékek, a tengerek, óceánok, ezek mind-mind olyan dolgok, amik gyarapítják az ember, és amelyekben nagy szerepe van annak, hogy ott állatok élnek, növények élnek, mindenféle élőlények. A biológusok gyakran foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy az élőlények hány százaléka pusztult már ki eddig. Mint említettem, most azt gondolják, hogy nagyjából 8-9 millió különböző élőlény, tehát nem a számuk ennyi, a sokkal-sokkal több, hanem 8-9 millió különböző élőlény élhet a Földön, ebből nagyjából 1 millió az, amit már fel is fedeztek, le is írtak. A biológusok szerint a Földön élt állatok és növények, tehát az utóbbi több millió év alatt 99%-a, tehát 100-ból minden 99 állatfaj, növényfaj már kipusztult. Amit most látunk magunk körül, az a 8-9 millió, az nagyjából az 1%-a a Földön valaha élt összes fajnak. Ahogy említettem előbb ennél a gyógyító virágnál, ami nyilván csak egy ilyen elméleti dolog, azt ki lehet jelenteni, és ez bátran kimondható, és ebben a legtöbb biológus egyet is ért, hogy a legtöbb élőlény, állat és növényfaj anélkül hal ki, hogy valaha felfedezné őket bárki is. Egy faj élete, az, hogy egy élőlény, ami kialakult, mondjuk a fekete rigó nevű madár, amit itt láthattok a parkban, róla később még lesz szó egyébként, nagyjából 10 millió évig él. Az, hogy ez kipusztul a faj, azt nyilván nem mindig csak az ember okozza, ugye több százezer évvel ezelőtt még nem volt jelen az ember, nem volt jelen az iparisítás, akkor is pusztultak ki fajok, mindenféle környezeti katasztrófák, elég, ha csak a dinoszauruszokra gondoltok, amiket mostani tudásunk szerint egy meteor pusztított ki. De ebből a 10 millió szabályról azért vannak kivételek. Vannak olyan fajok ma körülöttünk, amik 3-400 millió évet gyakorlatilag ugyanúgy néznek ki, és vannak aztán még nagyon, néhány nagyon érdekes típus. Azokat a fajokat, amik gyakorlatilag 400 millió évet teljesen ugyanúgy néznek ki, azokat élő kövületeknek hívjuk, hiszen ezek olyan korszakból származnak, öregebbek lehetnek, mint a dinoszauruszok, de Tyrannosaurus rexet már nem láttok sétálni a tengerparton, de vannak olyan rákok, vagy a krokodil, például néhány krokodilfaj, azok tipikusan olyanok, amik több száz millió éve változatlanul gyakorlatilag ugyanúgy néznek ki.
ki, ugyanazt csinálják, ugyanazt teszik. És akkor van még egy érdekes kategória, a lázárfajok. Most a biológusok a lázárfajokat is számon tartják, ezek olyan fajok, amik gyakorlatilag a halottaikból támadnak fel. Van egy olyan egy halfaj, úgy hívják, hogy bojtos úszójuhal, amit megtaláltak kövületekbe, több százmillió éves kövületekbe, a tudósok megállapították, leírták, jó, ez egy kihalt állat, ezzel sosem fogunk találkozni, aztán egyszer csak 100 évvel ezelőtt egy indiai óceánon úszó hajóhálójába beleakadt egy ilyen hal, és akkor nagy nehezen valahogy elkerült a biológusokhoz, és felfedezték, hogy ez ugyanaz, amiről mi azt hittük, hogy több százmillió évvel ezelőtt kipusztult. Tehát föltámadt innen ez a lázár tulajdonképpen. Az, hogy egy faj kipusztul, nyilván már említettem, miért rossz, nyilván rossz annak az adott fajnak is, persze, mert eltűnik. De sok olyan élőlény van, sok olyan faj van, amit sok másik élőlény is függ. Ezeket a fajokat kulcsfajoknak hívjuk. Ez azt jelenti, hogy ha ez a faj eltűnik az adott élőhelyről, az sokkal nagyobb károkat okoz annál, mint hogy oké, egy fajjal ott kevesebb, egy állattal kevesebben azon az élőhelyen, hanem befolyásolja a körülötte élő több száz, akár több ezer fajnak is a létét, általában úgy, és ezért hívják őket kulcsfajnak, hogy azokat is veszélybe sodorja. Itt most csak egy példa. Észak-Amerikában a Nemzeti Parkból, a Yellowstone Nemzeti Parkból itt van a Maci Laci, talán a mesére még emlékeztek, itt él Maci Laci. Eltűntek a farkasok. És ez azt hozta magával, hogy elszaporodtak azok a legelésző állatok, bölények, szarvasok, őzek, amik letarolták, lelegelték tulajdonképpen a növényzetet, és azzal, hogy eltűnt a növényzet, egy csomó másik állat, ami abban a növényzetben élt, rágcsálók, rovarok, lepkék, rengeteg több ezer faj, azok is háttérbe szóltak, és gyakorlatilag eltűntek a területről. Ezt a biológusok észrevették, és elkezdték visszatelepíteni a farkasokat, és hirtelen néhány évtized múlva, hogy ez az állapot visszaváltozott az eredetire, visszatértek a növények, és visszatért ez a több ezer faj, és az a sokféleség arra a területre, ami a farkasok eltűnésével ott megszűnt. Mi a legnagyobb veszély? Hát a kihalásnak ugye számos oka lehet, 65 millió évvel ezelőtt az pont egy meteorit volt, de az utóbbi néhány száz évben ez a kihalás, ez tulajdonképpen minden esetben összefügg az emberrel. Az állatok ugyan alkalmazkodnak egy ideig az ember jelenlétéhez, és itt jön képbe a fekete rigó például, amiről egy nagyon aprócsak történetet azért elmesélnék, hogyan alkalmazkodnak mondjuk az énekes madarak az ember jelenlétéhez. Az, hogy a városokba behúzódtak a madarak, annak az az ok, hogy ott több a táplálék. Igen, ám csak a városokban olyan zajok vannak, olyan zavaró hatások, amikkel a kint a természetben nem találkoznak. Ugye a madár az énekel, oda vonza a párját. Igen, ám csak az autó dudálás, a motorzaj, az emberek zaja, a gépek zaja, az ezt az éneket elnyomja. Úgyhogy megfigyelték a tudósok, hogy ugyanaz a madár faj, ezekre az egyik példány az kinnél a természetben, az most már máshogy énekel, mint az, amelyik a városba. Tehát az a kis madár, amelyik a városba él, módosította a saját énekét, hogy a másik az meghallja, még a motorzaj. Is. Tehát ez egy példa arra, hogy az állatok azok alkalmazkodnak az ember jelenlétéhez, de ez a végtelenségig nem működhet. Egy ideig el tudnak bújni, egy ideig máshogy tudnak viselkedni, de előbb-utóbb sajnos, ha nem vigyázunk, akkor mindig az ember győz. És most így a végére néhány példát mondanék a legismertebb ilyen kihalt állatok történetéről, sorsáról tulajdonképpen. Ezek között szerintem egy párral már ti is találkoztatok, sőt rajzfilmben is megjelenik mondjuk a kardfogú tigris a Jégkorszak című meséből, ez egy létező állatfaj volt. Valamikor olyan 20-30 ezer évvel ezelőtt pusztulhatott ki Amerikából, amikor megjelentek az első emberek, és hát tulajdonképpen levadázták egyrészt magát a kardfogú tigrist, mert veszélyt jelentett rájuk, egyrészt azokat az állatokat, amiket a tigris egyébként megevett. Tehát ez megint egy olyan dolog, sok szempontból sokféleképpen ki tud az ember pusztítani egyfajt. Nem kell, hogy megölje az állatokat. Elég, hogyha megöli vagy megeszi azokat az állatokat, amiket az az állat eszik, elég, hogyha a környezetét szennyezi, az élőhelyét szennyezi és hasonló. Madarak közül én madarakkal foglalkoztam biológusként, úgyhogy számomra ezek a legkedvesebbek. A vándorgalambot mindenképp érdemes megemlíteni, mert egy ilyen ikonikus madara vagy állatfaja az emberi pusztításnak. 100 évvel ezelőtt milliós példányszámban voltak ezek a madarak Észak-Amerikában. Több százezeres csapatokban most elképzeltek egy galambcsapatot, az 20-30-40-50 madár maximum, ezek több százezeren voltak egyszerre, tehát emiatt is volt őket olyan könnyű vadászni, úgyhogy néhány évtized alatt gyakorlatilag teljesen kipusztították ezt a fajt. Akkor van itt még néhány állatfaj, amit érdemes megemlíteni, például a dodó, az biztos ismeritek, ez a nagy röpképtelen galamb szintén volt a mesékben, ha jól emlékszem, talán pont a jégkorszakban szintén. A dodó ez egy ilyen óriási röpképtelen galamb volt, gyakorlatilag 20-30 kilóra megnőtt, pont azért volt az nagyon könnyű vadászni, néhány évtized alatt szintén teljesen kipusztították ezt a fajt. És még számtalan hasonló van, kisebbek, nagyobbak, van olyan tényleg, amelyikről sose hallottunk, vannak olyanok, amiket mindenki ismer, és mindenki sajnál, hogy eltűntek. Lényeg a lényeg, egy dologra kell figyelni, azzal, hogy mi védjük a környezetünket, azzal, amit mi itt elmondtuk a műanyagok szelektálásáról, a komposztálásáról, ezer más dologról, ahogy a környezetünket védhetjük, azzal tulajdonképpen azt eredményezzük, hogy ezek a szép állatok, növények nem fognak eltűnni. Vagy ha el is tűnnek, sokkal lassabban, vagy esetleg úgy, hogy azt mi időben észreveszünk, és akkor mindenféle intézkedésekkel meg lehet őket védeni. Úgyhogy ha van tanulsága az állatok kihalásának, akkor az az, hogy a környezetet érdemes védeni. Szervusztok!